A világirodalom egyik klasszikus női alakjának, Tolsztoj ikonikus figurájának, Anna Karenina története elevenedett meg a Flash Központ színpadán május 25-én szombaton. A történetet ezúttal a Győri Balett állította színpadra. A társulat 2019-ben mutatta be a táncházi adaptációt, koreográfusa pedig a Győri Balett igazgatója, a mosonmagyaróvári származású Veleki László volt. Hatalmas nem megtiszteltetés, hogy a szülővárosomba hozhattam a művészetemnek. Szerintem az egyik legnagyobb ékkövét az Anna Kareninát. 6 éves voltam, amikor itt táncoltam, és most valahogy egy kicsit ilyen karmikus érzésem van azzal, hogy akkor nagyon sokan hittek bennem, és most egy picit remélem, hogy én is adhatok majd hitet a nézőknek. Az Anna Karenina egyfajta látomásból jött. Az összes alkotásom egy nagyon erős víziós kép, és természetesen a vonat szimbólum ugye a magában a történetben rendkívül erős, mégis az fogalmazódott meg bennem először. A koreográfus fontosnak tartotta, hogy a saját szűrőjén keresztül fogalmazza meg, és mutassa be Anna Karenina történetét a tánc nyelvén. A Győri Balett hamarosan zárja a szezont, azonban addig is sok munka vár a társulat tagjaira. 3 bemutatónk, egy táncfesztiválunk, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy a brüsszeli soros elnökség megnyitóját is a Győri Balett társulata léphet fel. Úgyhogy nagyon sok minden vár ránk, egy igazán izgalmas év volt. Minden évben azt gondoljuk, hogy talán egy picit vissza tudunk venni az energiából, de úgy néz ki, a közönség szereti a Győri Balett társulatát, ezért 18 darabot kellett, hogy a repertoáron tartsunk. Több mint 115 előadásunk volt. A Győri Balett a 45. évadát is a megszokott energiával, valamint országos és nemzetközi fellépésekkel folytatja majd.